Ne feledkezz meg a Partizánról! Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit átvettem elődeimtől, udvarhelyi Tesszától és Gészabó Dánieltől. A mai adást én törőcsikerét készítem, továbbéve az alapító, kitalálók szellemiségét. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai napon borosta más politikai elemző, az Egyensúly Intézet igazgatója, és Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, politikus elemző a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Elkészítették a jövő települései Magyarországon röviden településindex kiadványt. Hol? Melyik városban, kerületben a legjobb élni itthon, és miért? Alapvetően azért készítettük ezt a kiadványt az Egyensúlyintézetben, mert azt gondoltuk, hogy a települések, városok, kerületekkel kapcsolatos diskurzus nagyon sokszor félrees megy. Mi azt jelenti, hogy egy-egy látszat tevékenységgel, egy-egy ügyes Facebook poszttal, Helyettesíteni lehet a valós teljesítményt, és azt gondoltuk, hogy megérdemli mindenki, hogy legyen valami fajta objektív adatolt számokkal kimutatható sorrend és fejlődési ütemet, bemutató index, tehát, hogy valamennyire próbáljuk meg ezt az egész önkormányzatokkal, városokkal kapcsolatos diskurzust és szubjektív környezetből egy objektívebb környezetbe terelni. Ezért készült ez a településindex, és alapvetően 53 különböző indikátor mentén egyedülálló módon mind a 3155 települést megvizsgáltuk, plusz még a 23 Budapesti kerületet. És ezzel alapján állítottunk fel egy sorrendet, amelyik részben egy abszolút sorrend, különböző település méretek szerint, de van egy másik sorrendünk is, ami pedig a fejlődés ütemét mutatja. Tehát mindenki meg tudja nézni, hogy az a kerület, város, falu, ahol ő él az hogyan viszonyul az ottani fejlettség, hogyan viszonyul a többi településhez és hogy milyen volt a fejlődés üteme az elmúlt két önkormányzati ciklus során. Ez ugye azért is fontos, ez az ilyen típusú mérhető rangsoroknak a felállítása, mert ez befolyásolja egyébként a közpolitika alkotást is. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a második világháború után a GDP az hogyan vált, vált a gazdasági teljesítménynek a főmérő számává, akkor azt látjuk, hogy a döntéshozók általában hálásak azért, hogyha rámutatnak arra a szakmai oldalról, hogy mire érdemes konkrétan figyelni, ami tények alapján objektíve számokkal megmutatható. Tehát egy picit a diskurzust is próbáljuk ezzel terelgetni, hogy legyen számon kérhető fejlődési mutatója egy településnek. És egyébként, bocsánat, ezt hadd emeljem ki, hogy bárki, aki hallgat minket, az Egyensúly Intézet honlapján egy interaktív térképen meg tudja nézni azt, hogy a saját települése, ahol él, az, az ö, hogyan áll egyes indikátorok szerint, illetve a rangsorban. Igen, a GDP azért is nagyon fontos, mert hogy kis túlzással a GDP előtt a vezetői teljesítményét egy országnak, nagyon sokszor például abban mérték, hogy hány háborút nyer, hány ezer száz, ezer tízezer embert tud legyilkolni, hány országot foglal el, mennyire öli meg a politikai ellenfeleit. Tehát, hogy a vezetői teljesítménynek nem egy számalapú, objektív, fejlődésen alapuló mércéje volt, hanem hanem teljesen más típusú mércék. Nyilván ebből a háború az csak az egyik, de hogy valószínűleg a többi sem volt feltétlenül sokkal jobb, vagy szerencsésebb, vagy az emberiséget előrevívő. Tehát mi nagyon hiszünk abban, hogy, hogy az objektív szám alapú összehasonlítás az alapvetően, és az ez ezzel kapcsolatos verseny az alapvetően minden, minden környezetben jó, és azt gondoltuk, hogy ezért érdemes bevezetni itthon az egyes önkormányzatok és az egyes települések fejlettségét mérve is valami fajta adatalapú versenyt. És van abszolút első? Település típusonként van első, tehát nem Szabad. Tehát olyan abszolút első, hogy, hogy akkor melyik a típustól függetlenül, hol a legjobb, olyan nincs. Olyan is van, olyan is van, csak azért nem szeretjük ezt így külön kiemelni, mert hogy nehéz összehasonlítani mondjuk egy ötödik kerületet, amelyik egyébként a kerületek sorrendjében, és amúgy is az abszolút az első az országban. Nyilván más háttérrel, más lehetőségekkel rendelkezik, mint mondjuk egy szabors már kis település vagy falu. Tehát mi ezért szeretünk szeretjük nem összehasonlítani az almát a körtével, tehát a település típusonként felállítani rangsorokat, és akkor így egyébként, tehát ha már az ötödik kerületet megemlítettük, így egyébként mondjuk a kerületek rangsorában az első három helyezett, az ötödik kerület, az első kerület és a hatodik kerület. Alapvetően ugye ezek városias, belvárosi környezet, ami nem véletlen, hiszen a fejlettséget mérjük, és ez nagyon fontos, nem feltétlenül az élhetőséget. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a az indexben azt nézzük infrastruktúrával, adatokkal, statisztikai adatokkal, idősoros adatokkal felmérhető. Lehet, hogy van egy hangulatos, uh, kisváros, gyönyörű történelmi emlékekkel, fantasztikus platánfákkal és két uh, csodálatos kávézóval, és azt gondolják a helyiek, hogy ez egy élhetőbb város, vagy egy élhetőbb település, és lehet, hogy így is van, de ez nem a fejlettséget méri, ez egy élhetőséget mér. A mi indexünk kifejezetten fejlettség mérőszámát vizsgálja, vagy a fejlettséget vizsgálja a mérőszámok révén. És akkor most jön a beugratós kérdés, hogy és ti éltek? Én teljesen véletlenül az ötödik kerületben, de távol is tartottam magam az adatoknak az elemzésétől, hogy nehogy úgy tűnjön, mintha itt valamilyen elfogultság lenne. És itt ennek alátámasztására azért a módszertáról még annyit hadd mondjak, hogy 53 indikátort vizsgáltunk, mindegyik KSH és más nyilvános statisztikai adatforrásokból kinyerhető, tehát bárki ellenőrizni tudja, és ez független attól, hogy kivizsgálja ezeket. És ez alapján az ötödik kerület, most kicsit puskáznom kell, az például az 1000 főre jutó gimnazisták számában az 1000 főre jutó költségvetési bevétel tekintetében, az ezer főre jutó gépkocsiknak a számában, tehát csupa-csupa olyan indikátor tekintetében teljesített kiemelkedően jól, amelyek jelzik azt, hogy egy településen kedvezőek a demográfiai folyamatok, jók a jövedelmi viszonyok, tehát ott valamilyen módon egy fejlettebb közegben tud élni az ember. És ha már az ötödik kerületről, a szűkebb hazámról beszélünk, azt is egyezzük meg, hogy a, az indexben külön választottuk azt, hogy statikusan, tehát az adott kimerevített pillanatban melyik település a legfejlettebb vagy kevésbé fejlett, és azt is, hogy mely települések fejlődtek a legtöbbet. És ebben a kategóriában, tehát a fővárosi kerületeknek a versenyében, hogyha úgy tetszik, az ötödik kerület mind a két szempontból az első helyet foglalja el, ami elég ritka ebben az indexben. Tehát egyszerre a legfejlettebb fővárosi kerületnek tekinthető, és ugyanakkor az elmúlt két önkormányzati ciklus alatt a legtöbbet is fejlődött az ötödik kerület a legtöbb indikátornak a tekintetében. Te melyik kerületben laksz Tamás? Én Budán lakom, és pont ez mutatja egyébként olyan kerületben, amelyik picit a középmezőny felett végzett. Pont ez mutatja egyébként, hogy alapvetően ugye Budát élhetőbbnek tekintik, vagy, vagy sokszor vonzóbb, mint, mint mondjuk néhány belvárosi kerület, vagy, vagy ez van a közhiedelemben, és, és, ez lehet, hogy így is van, de nagyon fontos azt kiemelni, hogy, hogy ezért fontos a, a jövő települése, mint, mint alcíme ennek a, ennek a településindexnek. Ez azt mutatja, hogy, hogy mely kerületek, mely települések, mely városoknak van, azt gondoljuk a jövő szempontjából potenciáljuk. Hol van az, ahova betelepülnek és nem el, kitelepülnek vagy elköltöznek a, a, a lakók, hol van az, ahol azt gondoljuk, hogy gazdasági vállalkozások, cégek fognak települni, hol van az, ahol azt gondoljuk, hogy egyre erőteljesebb fejlődés fog létrejönni. Tehát ezek, ezeket mérjük, és még egyszer nem azt feltétlenül, hogy mondjuk akár a történelmi hagyományok, akár a ősfák tekintetében hol, hol él jól egy, egy ilyen Magyarországon. Azt az elején már említettem, hogy az Egyesült Intézet igazgatója, vagy Gábor pedig az Egyesült Intézet kutatási igazgatója, és akkor azt szeretném, hogy arról beszélnétek, hogy mi az Egyensúly Intézet, és hogy ez miért jött létre, és miért fontos ez nektek, hogy ez legyen és működjön. Mi úgy nevezzük magunkat, hogy egy szakpolitikai agytrözt vagyunk, amiből mind a két szó nagyon fontos. A szakpolitikai azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy Magyarországon furcsa módon a politika az egyértelműen csak a hatalom megszerzésének a módja és gyakorlata definíciót viseli magán. Tehát amikor bárki egy politikussal csinál egy interjút, vagy ha elolvasunk politikai elemzéseket, akkor a, a politiká alatt mindig azt értjük, hogy ki népszerűbb, ki tud több szavazatot szerezni, ki hogyan nyer meg egy választást, ki hogyan győzi le az ellenfelét, ki hogyan győzi le a saját párton belüli ellenfelét, tehát hogy alapvetően a magyarországi politikai diskurzus ez erről szól. Ez nem ördögtől való dolog, és a világon mindenütt erről is szól a politikai diskurzus, de hogy mi azt gondoljuk, hogy hogy a politikában a hatalom megszerzése az valamilyen közcélt is szolgál, és erről a másik részről, hogy egyébként mit akar egy adott politikus a hatalommal kezdeni, milyen közcélokat szeretne szolgálni, hogyan szeretne gazdasági versenyképességtől a klímaváltozáson át az -e jobban, jobbá tenni az országot, erről meglepően kevés szó esik. És mi ebben, és innen van a nevünk is, ebben akarunk valamifajta egyensúlyt hozni az országba, hogy igen, persze fontos a politikának a Politics, az angol politik szó értelmében a hatalom megszerzésének a gyakorlata, de fontos a angol policy, tehát a közpolitika rész, és ami arról szól, hogy mi is a politika tartalma, és hogy, hogy hogyan lehet egy jobb országot csinálni. És alapvetően az Egyesült Intézet ezért jött létre, egyrészt, hogy beszéljünk többet szakpolitikai kérdésekről, vagy közpolitikai kérdésekről, nem csak hatalomgyakorlásról. Másrészt mi ebben adunk ötleteket, vagy javaslatokat, nagyon részletes és komoly szakpolitikai javaslatokon keresztül a mindenkori döntéshozóknak a tekintetben, hogy ezeken a különböző területeken mit is kellene csinálni. És ezeket a szakpolitikai javaslatokat készítjük el Gábor vezetésével. Szerintem még egy szempontból hiánypótlónak tekinthető a munkahelyünkben, nem elegáns, hogyha az ember a saját munkahelyét és csapatát dicséri. De én nem, de ismerek, eleges. másik olyan, nem ismerek másik olyan szervezetet, amelyik ideológiailag ennyire sokszínű. Tehát, hogy ez nem egy olyan szervezet, amelyik az egyik vagy a másik politikai oldal győzelmért vagy sikerért küzd, hanem egy nagyon sokszínű szervezet, ahol végső soron a javaslatainknak a kidolgozásakor csak az számít, hogy annak szakmailag milyen a tartalma. És pont ezért, hogyha valaki kézbeveszi az anyagainkat, megnézi, hogy miket javasolunk, akkor nehéz az beskatujázni a szokásos jobb, bal, konzervatív, szocialista, zöld, liberális, bármilyen ilyen fiókba, mert nem ez alapján készül, és nem is olyan buborékok készítik, mint amiket megszokhattunk esetleg, és szerintem ez egy olyan típusú megközelítése a politikának, ami nagyon-nagyon hiányzik Magyarországról. És hiába gondolhatja azt most esetleg sok hallgató, hogy ez valami naív, a valóságtól erugaszkodott elképzelés, azért a Magyarországon kívül a világban nagyon sok olyan hely van, ahol természetesnek számít az, hogy léteznek olyan műhelyek, amelyek nem egyik vagy másik szekértábor számára gyermek az anyagokat, hanem mintegy leteszik a nemzet asztalára, hogy nagy szavakat használjak, azt a tudást, amit felhalmoznak, és abból aztán bárki a saját ideológiai álláspontja szerint megzenésítve azt a tartalmat, azt tudja alkalmazni a gyakorlatban. Mert azért végső soron, azért, hogyha a legnagyobb kérdéseket nézzük, a klímaváltozás, a demográfiai folyamatok, a munkaerőpiac átalakulása, végső soron nem válogatnak ezek a folyamatok azt szerint az emberek, az áldozatok és a nyertesek között azt szerint, hogy ki milyen ideológiában hisz. Ami még nagyon, azt gondolom, inspiratívvá teszi a, a munkánkat, hogy nagyon különböző háttérű emberek dolgoznak, nem csak ideológiai ahogy Gábor is említette, hanem, hanem szakmai háttér szempontjából is. Tehát, hogy nálunk... Együtt dolgozik a közgazdász, a szociológus, a politikai jellemző, a politológus, a történész, a oktatási szakértő, digitális szakértő, a filmes szakértő. És rengeteg. jogászatok nincs? És van még jogászunk is, igen. Állás kereselében? Jogos a kérdés, abszolút. Igen. Nem, azért igen. érdekes ez, mert a közben arról beszélgettem egy professzorral, hogy mennyire jogias a közigazgatás, hogy a, gyakorlatilag mindent a jogszabályokon belül, és nem a közszolgáltatások szervezésében akarják megoldani, hanem csak jogász, most idézőjel mondom, jogászkodással, és hogy mindenhol jogász van, és igazából tetszett, hogy azt mondtad, hogy nem azzal kezdted, hogy jogász vagy jogászok, hanem az, hogy más olyan szakma, van többségben, akkor állatok, lehet, hogy van valami kóbor jogász valahol a büfénél. <laughs> Valóban nem a jogász, a, nem nem sértünk meg senkit, a, a, a fő szakterülete szinte senkinek. Tehát van, van jogi végzettség a, a, a csapatban, de, de nem jogi szempontból a kihívásokat, hanem, hanem ennél sokkal holisztikusabban. Így van, ez hogy... ami, ami, nagyon szimpatikus, hiszen a jogi szempontból való nézés, ugye az azt jelenti, hogy akkor ugye most a közelmúlt gyakorlatából, hogy megváltoztatunk valamit, és akkor a jogszabály szinten, és akkor majd azt gondoljuk, hogy azzal egy problémát megoldottunk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem. Azzal, hogy átírunk egy jogszabályt, hmm. hogy más milyen a szövege, az nem változik meg. Tehát Igen, hát és nem is abból indulunk is... ki, hogy csomószor kérdezik, hogy akkor most a kormányhozott és ilyen és ilyen és hogy akkor mi erre mit reagálunk, hogy mit gondolunk róla, vagy hogyan változtatnánk meg egy jogszabályt, és hogy mi mind sose abból indulunk ki, tehát a, mi a problémából indulunk ki, ezekre készítünk javaslatokat, és utána ennek a jogi kodifikációja, mi azt gondoljuk, hogy az egy az ilyen, hogy milyen, ap -ap apró munka a végén, persze nagyon fontos munka, de hogy, hogy, nagyon fontos a sorrend, tehát hogy először azt találjuk ki, hogy mi a probléma, amit meg akarunk oldani, hogyan akarjuk megoldani, aztán, hogy ezt hogy, hogy kell átültetni, a, hogy hogyan tesszük ezt utána bele valamilyen törvényi keretbe, az azt gondoljuk, hogy, hogy már csak a munka legvégre kell, hogy legyen. A kicsit a konkrétumok szintjén beszélünk, beszélünk. Az Egyensúly 2020-ban azzal lépett ki a nyilvánosság elé, hogy előállt egy nagy politikai vízióval, egy szakpolitikai vízióval. Ez egy viszonylag vastag könyv volt, az Osiris kiadónál jelent meg Magyarország 2030 a címe. És itt amellett, hogy feltérképeztük azt, hogy kik is a magyar emberek és mit gondolnak a világról, megnéztük azt, hogy Magyarországnak mik az erősségei és a hátrányai, ez szerint azonosítottuk azt, hogy milyen fontosabb szakpolitikai stratégiai irányokat érdemes figyelembe venni, illetve milyen úton érdemes haladni azért, hogy egy jobb, boldogabb, gazdagabb országban élhessünk 10-15 év múlva már akár. És ennek a stratégiai iránynak a, az útkövei szerint haladunk előre, és ez szerint válogatjuk ki azt, hogy milyen témákkal foglalkozunk. Így például már 2020-ban az látszott, hogy az Egyensúly Intézet fontos szerepet szán például a városiasodásnak a folyamatának és a magyarországi városoknak. Tehát gondol valamit arról, hogy egy sikeres ország az csak sikeres virágzó és fenntartható városok mellett elképzelhető, és így haladunk a nagytól a kicsi felé lépés lépésre Az ilyen típusú anyagokig, mint amilyen a települési index is, amelyről most beszélünk. Az egyik nap az ember fölébred, és elhatározza, hogy politikai elemző lesz, meg intézetigazgató, meg kutatási igazgató, hogy ez így történik-e, vagy pedig mi az út, ami idáig vezet. Hát a politikai elemzői lét az, az, az alapvetően egy nagyon korai gyerekkori politikai érdeklődésből jött. Tehát, hogy a 89-90-ben -re a rendszerváltáskor. 8-9 évesen, akkor már a közönkutatási eredményeket néztem, meggyűjtettem a, a különböző pártoknak a kitűzőit. Tehát, hogy ez egy politikai érdeklődésből következik egyébként nekem személyesen volt egy. Ez nekem is kis... információ, hogy van egy ilyen jelvénygyűjteményed. Igen, már nincs meg sajnos, de akkor, akkor még volt. De közben volt nekem egy, egy, egy jelentős kitérő egyébként nagyon izgalmas témákban, ami a Európai Unióhoz, meg nemzetközi kapcsolatokhoz kötődik tehát nekem a végzettségem és közzi tanulmányok szakon európai politikai jellemző. Szóval, hogy, hogy ez, a, ez, az irány, ez, ez nagyon régi, vagy ez, ez az érdeklődés nagyon régi. Az agytrözt az, az ennél fiatalabb. Öt éve döntöttük el, vagy találtuk ki -e két alapítótársammal, és Záves Tiborra, hogy, hogy az Egyesült Intézetet megalapítjuk, és alapvetően az abból a irányból jövő frusztrációnk Nak lett ez az eredménye, amit már korábban említettem, hogy Magyarországon senki nem beszél arról, hogy miért is kell a hatalmat megszerezni, vagy mi a célunk a hatalommal, és csak arról, hogy, 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 mit is tegyünk azért, hogy a politikai ellenfelünket legyőzzük. Én korábban dolgoztam sokat Brüsszelben, meg az egyik brüsszeli agytöztnek is benne voltam a tanácsadó testületében, tehát ott láttam ennek az ellenkezőjét, tehát Brüsszelben Lényegében nem lehet úgy elhajítani a követ, hogy ne találjunk el két agytrözt vezetőt. Tehát ott minden sarkon van valamilyen think tank, akik viszont kizárólag közpolitikával foglalkoznak. Tehát, hogy Brüsszel sokan azért tartják intellektuálisan vagy politikailag unalmasnak, mert hogy ott meg nincsen a politics, vagy nincsenek ideológiai háborúk, mert, vagy kevésbé vannak, nyilván vannak, de jóval kevésbé. Ott valóban minden arról szól, és azért harcolnak emberek, hogy valamilyen Európai Uniós irányelv harmadik bekezdésének negyedik pontját hogyan változik meg. Tehát hogy minden csak a, a szakpolitikáról és, a, és, ennek a jogi következményeiről szól, és nincsen politics. És Magyarország meg a másik véglet, és, és igazából innen jött az inspiráció, hogy, hogy nagyon fontos lenne valamit becsempészni abból, ami, ami más országokban jól működik. És egy kicsit erre is utal talán az Egyensúlyintézetnek a neve, hogy azért egyfajta egyensúly van benne a szakpolitika és a politics típusú konfliktusos politika szemszögei között, mert vannak olyan szervezetek, amelyek szakmai kérdésekkel foglalkoznak, és nagyon jó szakmai anyagokkal állnak ki, és tesznek le az asztalra. De egyrészt ezt nem feltétlenül olyan formában teszik, ami a politika számára fogyasztható, másrészt nem mindig veszik figyelembe azt, hogy a politikai döntés az mindig egy komplex nézőpontrendszer szerint történik. tehát. Egy politikus soha nem csak azt nézi, hogy az adott szakpolitikai szempontrendszer szerint mi a helyes, hanem nézi a politikai fenntarthatóságot, nézi a nem várt hatásoknak a, az esetleges társadalmi következményét. Hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy szeretnénk csökkenteni a levegőszennyezést, amelyik Budapesten egy kiemelten nagy probléma, de az ország egészében egyébként Magyarországon évente mintegy 12-13 ezer ember emiatt hal meg, akkor szigorúan véve szakpolitikai szemmel be kellene tiltani az autós közlekedést, teljesen megújulókra kéne átállni a, a a fűtésben és az energiaellátásban is megoldódna a probléma, most leegyszerűsítve mondom nyilván. De ilyenkor bejön az is, hogy azt mondjuk, vagy megnézzük azt, hogy ezek az intézkedések milyen hatással vannak általában a magyar emberekre, és milyen hatással vannak például a szegényekre, akik általában jobban kitettek az ilyen hatásoknak, de például a legszennyezőbb tüzelőket is ők szokták használni, mert ezek a legkifizethetőbbek. És akkor az ember elkezdi összerakosgatni az egész pázolt, megnézi azt, hogy milyen lépés az milyen hatással van, és egy jól megalapozott szakpolitikai javaslat Mag, az az összes szempontot egyszerre próbálja figyelembe venni, és nem csak azt nézni, hogy a közvetlen cél elérése szempontjából mi lenne a leghatékonyabb és a legrövidebb út. Ennek Egyébként egy ilyen tipikus valós alapú de szinte anekdotikus példája még az egyes, Amerikai Egyesült Államokban, amikor egy repülőgép katasztrófában egyetlen egy valódi sérült lett egy kis csecsemő, mert hogy korábban nem kellett külön jegyet venni. A gyerekeknek nem kellett külön bekötni őket, hanem az anyuka ülébe ülhetett, és amikor a repülőgéppel valamilyen hiba történt, akkor egyedül az a, az a kis csecsemőnek lett baja. És hatalmas felháborodás volt mindenütt az országban, és innen több bevezették simán szakpolitikai alapon, hogy hogy kötelező bekötni a csecsemőket kell nekik külön, vagy gyerekeketnek kell nekik külön jegyet venni, ami szakpolitikailag egy abszolút releváns válasz, ahogy az is releváns válasz lenne, hogy ha meghalt 13 ezer magyar évente a levegőszennyezésben akkor tiltsuk be az autókat. Csak hogy ennek a következménye az Amerikai Egyesült Államon nem több, vagy nem kevesebb csecsemő, meg, 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 gyerek baleset lett, hanem sokkal több, mert hogy a, a repülői jegyeknek az ára miatt felemelkedett, hiszen mindenkinek kellett venni a gyerekének is egy repülőjegyet, emiatt korlátozott ugye a kínálat, jóval drágábbak lettek a jegyek, és ezért úgy döntöttek az amerikaiak, hogy hát fene se fog akkor repülővel menni, megyek autóval. Viszont autóbalesetben esetben ugye sokszorosa, sokszázszorossa, a halálozás, mint a repülőgép balesetben, tehát megtörtént az, hogy hirtelen mindenki elkezdett autóval járni, és a vége, az eredménye, a szakpolitikai intézkedésnek az eredménye, az a legjobb szándék ellenére is alapvetően egy abszolút negatív kimenet lett. Ez csak egy példa arra, hogy, hogy amikor valamilyen szakpolitikai gondolkodásunk van, akkor, akkor nagyon sok szempontot érdemes figyelembe venni, és ez, és ez nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy nagyon különböző szakmai hátterű, politikai hátterű emberek vitatkozzanak egymással, mert akkor kijönnek ezek a, a, a csőlátásból adódó téves vá válaszok. Értem. De még a Gábor karrierútját nem tudtuk meg. Nem is túl izgalmas, két alapvető fázisa van, a, és az eleje és a vége közé ékerődik egy, egy másik szakasz. Ugyanis én szakpolitikával kezdtem valamilyen formában a pályafutásomat, még politológus hallgatóként, gyakornokként dolgoztam az országgyűlésben, ahol mindenféle család, munka, ifjúságügyi szakpolitikákkal foglalkozhattam, nagyon szerettem egyébként de hát egy politológusnak előbb-utóbb szükségszerűen a elétárul az a pálya lehetőség, hogy politikai elemző lesz, és akkoriban indult ez a 2000, 2000 es évek első évtizedének a vége egy politika elemző intézet, amelynek én a, először az elemzője, aztán a vezetője, elemzője lettem, és hát nem is tudom, 6 vagy 7 éven keresztül a magyar belpolitikát elemeztem, és ez pont arra volt egy nagyon jó szakasz. Egyrészt nagyon sok tapasztalatot lehetett szerezni belőle, másrészt nagyon meg lehetett tunni. Azért a politikának ez a pártpolitikai verseny része az nagyon hamar monotonná és egy kicsit unalmassá tud válni. Én iridlem azokat, akik magas színvonalon végzik ma is ezt a munkát, de engem például sokkal jobban elkezdett izgatni az, hogy a politikai döntéshozatal az hogyan működik és milyen szempontok szerint áll össze. És nekem kifejezetten egy izgalmas dolog az, hogy a szerződésemben tiltva van az, hogy pártpolitikát elemezzek nyilvánosan, tehát most sem nem ezt meg például, viszont olyan megközelítésből tudok foglalkozni szabadon a politikával, ami egyrészt szerintem igazán lényeges, másrészt nagyon kevesen csinálják ma még Magyarországon. Ez a szakpolitikai megközelítés, amiről eddig beszéltünk. Köszönöm szépen. És hogyha mi visszatérünk a település indexhez, akkor az, az honnan jött nektek azt, hogy akkor ezt most kell. Oké, okay, elmondtátok, hogy mi volt az oka, de hogy, hogy ez más, más országokban ez mennyire szokásos, ott mennyire csinálnak ilyet, és itt eddig volt-e valami hasonló, volt-e ennek valamilyen előzménye, hagyománya, vagy pedig ez teljesen egy új intézmény, amit itt ti vezettek be? Erre nagyon jól lehet, vagy nagyon jó válasz lehetne az, hogy hány különböző országban vizsgáltunk meg szakmai és tudományos alapon hasonló indexeket, meg mekkora kutatómunka munka révén jutottunk odáig, hogy, hogy kéne egy ilyet csinálni. A valóság az, hogy a egyik elemző kollégánk, Marek Bertram, az egyik nap megkérdezte, hogy mit szólnánk, hogyha csinálnánk egy ilyet, mert hogy mennyire izgalmas lenne. Tehát, hogy kipattant a fejéből a semmiből. Tehát, hogy igazából az egész az ő, ő Marek Bertram kollégánk szellemi terméke. Eszébe jutott. Nagyon sokat járunk vidéken különböző polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel konzultálni, tehát az időnk jelentős része az a különböző magyar településeknek a, a, meglátogatásával telik, és ott beszélünk szakpolitikáról, helyi döntéshozókkal, helyi döntéshozókkal. szóval, hogy, hogy az inspiráció valószínűleg innen jött, de hogy alapvetően ez a, az egész ötlet a a Marek Bertram kollégánk fejéből pattant ki, és, és egyből láttuk, hogy ez mennyire, Hiánypótló Magyarországon, mennyire passzol a saját missziónkba, és ő és, és mennyire izgalmassá tehetné azt, hogy akár most az önkormányzati választások előtt, hogy egy picit arról is beszéljünk, hogy, hogy adat alapon hogy állnak az egyes települések, és, és ne, csak a, ne csak feltétlenül a, a politikának a csúnyább sárdobálóbb részéről el, el legyen szó. A válaszod az is hozzá tartozik, hogy megvizsgáltuk az összes elérhető, nyilvánosan elérhető módszertanú ilyen nemzetközileg kiadott, rendszeresen kiadott települési fejlettségmérő indexet, és a saját meglepetésünk volt a legnagyobb, amikor azt vettük észre, hogy ilyen típusú indexből nagyon-nagyon kevés van a világon. Most hirtelen nem is tudnék mondani egyet sem, mert a legtöbb az valamilyen szubjektív mérés. Élhetőség. Élhetőség, igen. Az Iconobisznak élhetőség szokták ismerni ezt, mm -hmm. a, ezt de ebből van több tucat még a világon, amik szerintem nagyon hasznosak, mert engem nagyon érdekel, hogy hol a legjobb élni egy átlag polgár számára a világon, de olyan típusú kvantitatív, tehát az objektív számokra összpontosító felmérés, ami egy településnek a megragadható fejlettségét méri, olyan típusú nem találtunk a nemzetközi szintéren, ami egyrészt felveti azt, hogy szerintem nagyon menő, hogy Magyarországon sikerült az első között egy ilyet kifejleszteni, másrészt ezt talán érdemes kiterjeszteni egyébként nemzetközi szintére is, hogy megnézzük azt, hogy ha nemzetközi nagyvárosokat hasonlítunk össze, akkor melyik hogy el, ilyen típusú fejlettség szempontjából. És amikor elkezdtük megalapozni az említett Marek Bertrand vezetésével ennek az indexnek a módszertanát, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok több ezer indikátort néztünk meg, hogy mi az, amit érdemes lenne bevonni. Egy teljes képet adó, de azért áttekinthető és jól használható indexnek a, a, a mutatói közé. És ebből a több ezer, azt hiszem, hogy összesen talán 5000 ezer lehetséges mutatószámot néztünk meg. Ebből válogattunk ki 53 indikátort végül, ami alapján megvizsgáltuk a magyarországi településeknek a fejlettségi szintjét. Ezeket aztán mindenféle statisztikai módszerekkel szépen megtisztogattuk és alkalmassá tettük a méretességre, de itt a legfontosabb szempontok azok voltak, hogy időben viszonylag nagy, legalább két önkormányzati ciklusra meglegyenek az adatok, és a másik fontos szempont az az volt, hogy összehasonlítható legyen, tehát minden magyarországi településre nézve ebben az időtávban meglegyenek ezek az adatok. Tehát, amikor valaki kinyitja ezt a kis kutatási beszámolót, akkor gondoljon arra, hogy ez azért tényleg át lehet gondolva, hogy egy objektív és minél teljesebb képet tudjon adni a magyarországi településekről. És nyilvános bárki számára hozzáférhető adatokból dolgoztatok? Igen, igen, annyit bocsánat még mielőtt erre válaszolok kiegészítésképpen, hogy vannak azért nyilván más objektív adatokat is, vagy csak objektív adatokat használó település tatók, amiben azt gondolom, hogy egyedülálló, illetve biztos, hogy egyedülálló Magyarországon a településindex, hogy minden településre megvan ez a mutató, tehát minden egyes település meg tudja magát nézni, vagy minden egyes településen a lakók meg tudják nézni azt, hogy az ő településük hogy áll. Tehát készültek nagyon-nagyon jó kutatások, amelyeket mi is felhasználtunk, mondjuk megyei jogú városokra, vagy járásokra, tehát hogy bizonyos területi egységeket mások is már felmértek, a Nemzeti Közszelgálati Egyetemen, MTA-n, Hétfakutatóintézetben, tehát hogy ilyenek, ilyenek készültek. Ami, ami nem készült, az ennyire sok indikátor alapján a szubjektív mutatók kizárásával, és hogy minden egyes magyar településre elérhető lett végül egy kompozit index. És akkor válaszolva a kérdésre, igen, ezek, ezek nyilvánosan elérhetők, tehát egyrészt van egy, egy hosszabb kutatási összefoglaló, ahol benne vannak a, a győztes települések, illetve a Gábor már említette, hogy van egy interaktív térkép, ahol minden egyes településre kattintva meg tudja nézni a felhasználó, hogy abszolút értékben hol áll az az adott település a saját kategóriájában, illetve mennyit fejlődött az elmúlt két önkormányzati ciklusban. Ezek mind ingyenesen elérhetőek az Egyensú Intézet honlapján. Mikor hoztátok nyilvánosságra ezt az indexet? Egy hónapja nagyjából. Igen, 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 most gondolkozunk már. A dátummal nem készültem, de egy hónapja, az... egy hónapja. És hogy mi a terv vele? Egyrészt most áprilisban lesz egy, egy nagy konferenciánk és díját adunk, tehát hogy szeretnénk ennek valamilyen formális kereteket is adni, meg megünnepelni azokat a településeket, amelyek jól szerepeltek. Ez egyben egy szakmai beszélgetéssel is egybe kötve lesz a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, illetve a Településfejlesztési Szövetséggel közösen egy, egy nagyobb rendezvényt tervezünk. Másrészt pedig, ami nyilván ebben létfontosságú, hogy ez, egy, ez nem egy egyszeri projekt. Tehát, hogy ezt mi mostantól minden évben szisztematikusan kiadjuk, tehát követhető a fejlődés, és az azért is fontos, mert azt gondoljuk, hogy ez egy inspiráció tud lenni polgármesterek meg települési vezetők számára. Tehát be tudják azt mutatni, hogyha minden évben megjelenik ez a településindex, és a településindexen az ő településük egyre jobb eredményt tud elérni, akkor ez egy visszajelzés a munkájukra is. Igen, akkor őket, ők fognak benneteket szeretni, de hogyha az jön, hogy ne, romlik a mutató, akkor nyilván benneteket fognak hibáztatni vagy vagy az adatokat esetleg a KSH-t lehet ugyanibásztatni. Az az Én azért igen. szeretem azt hangsúlyozni, és mint kutatási igazgató ebben rigorózusabb vagyok, hogy ez, ez nem arra alkalmas, ez az index, hogy egy politikusnak a négy éves, öt éves teljesítményét objektívan értékelje, mert pont erről beszéltünk eddig, hogy egy átlag választó polgárnak az életét nagyon sok egyéb tényező meg tudja határozni. A település fejlettsége az nagy hatást gyakorol rá, de nyilván sokkal komplexebb egy politikai döntés, tehát mi nem javasoljuk azt, hogy politikusok ez alapján adjanak maguknak osztályzatot, hogy hogyan teljesítettek az elmúlt öt évben. Arra viszont nagyon jó ez az index szerintem, hogy rá tud mutatni arra, hogyha egyébként fellendülő pályára akarják helyezni a saját településeket, településüket, akkor milyen tényezőkre érdemes odafigyelniük, milyen területeken érdemes szakpolitikai beavatkozásokat elvégezni. És ilyen szempontból egyébként, hogyha a 3155 települést, illetve az egyes településtípusokat, típusokat, tehát fővárosi kerületek, nagyvárosok, közepesen nagyvárosok, kis települések, külön is megnézzük, akkor azért látszanak ilyen általános tanulságok, amik lehetővé teszik azt, hogy okosságokat mondjunk anélkül, hogy végmennénk mennénk 3155 településen. Tehát az például nagyon jól látszik, hogy nagyon kevés kivétellel az összes magyarországi városra érvényes az, hogy az elmúlt bő másfél évtizedben azért jelentős fejlődésen mentek keresztül, tehát a legtöbb mutató tekintetében van egy kinek milyen ütemű, de egyértelmű fejlődési útvonala, ami szerintem egy nagyon jó jel, és mindenki tud szemezgetni, hogy az ő települése miben fejlődött nagyon sokat, viszont a legtöbb magyarországi nagyvárosra jellemző az, és ráadásul a régiónkhoz képest nagyobb mértékben jellemző az, hogy az emberek tömegesen költöznek ki a városközpontból. Budapesten ezt nem kell talán hosszan taglalni, de az összes magyarországi nagyvárosra egy-két kivételtől lehet tekintve élményes az, hogy a városközpontból kiköltöznek az emberek az agglomerációba, ezt hívják városi szétfolyásnak, ami egy nagyon sok szempontból, egyrészt érthető szubjektív oldalon, az emberek tisztább, zöldebb környezetre vágynak, nyugalomra, és így tovább. Az, mondjuk pont a légszennyezettség ugye az, ami kiűzi az embereket, meg az, hogy esetleg nincsen pesgés, drága a lakhatás, és hasonló történetek, viszont ez megduplázza a városoknak az infrastruktúráját egyrészt, mert az emberek bemennek az agglomerációból, aztán dolgoznak, Ebből vannak a mindennapi dugók, a plusz légszennyezettség, és így tovább. Másrészt meggátolják azt, hogy sűrű lakott a kreativitást, az emberi találkozásokból, kapcsolatokból épülő fejlődést ki tudják bontakoztatni ezek a városok. Tehát az alak egy tengernyi közgazdasági irodalma van, hogy a sűrű lakott, fejlődő, pezgő nagyvárosok azok egy ország sikerességének is a kulcsa. És hogyha Magyarországon nem sikerül megállítani ezt a városi szétfolyást országos szinten, akkor szerintünk mi nem ebbe az irányba fogunk haladni és ezért is van az, hogy az Egyensúly Intézet például a külön szakpolitikai javaslatcsomagot fogalmazott meg arra, hogy hogyan lehet a, a magyar nagyvárosok hanyatlását visszafordítani, és vonzóvá tenni a nagyvárosokat, hogy pesgőbbek és fejlődőbbek legyenek. Igen, ez lett volna pont a következő kérdésem, amire te egyrészt válaszoltál el rögtön, hogy az én, mint átlagpolgár, mit tudok ebből a települési indexből hasznosítani, és utána pedig azt akartam kérdezni, hogy miért a nagyváros a jó élet, a gazdasági növekedés és az innováció központja, tehát egy ezt el is kezdted ezt a választ fejtegetni, de akkor a Tamás befejezi ezt. Igen, ugye van egy, van egy nagyon izgalmas publicisztikai tévképzet, hogy, hogy, hogy alapvetően a, a vidéki élet, a kisvárosi élet, az agglomerációs élet, tiszta, ott, ott van jó levegő, ott szennyezünk kevésbé a környezetet, és valóban ezt egyéni szinten egy csomószor így, így éljük meg, de amikor mi megnéztük az adatokat, akkor azt láttuk, hogy nagyon sok okból, ami nyilván nem az egyéneknek, hanem az egész szisztémának felróható, Onnantól kezdve, hogy valaki kiköltözik a városból, igazából jóval magasabb lesz az egyfőre jutó gázfogyasztás, áramfogyasztás, üvegházhatású gázkibocsátás, autóhasználat. Nyilván egy agglomerációs környezetben nagyon ritkán tudjuk magunknak megengedni, hogy ne naponta ingázzunk a nagyvárosba, ahol egyébként a munka lehetőségek vannak. Nagyon sokszor szokták Budapestet, meg, meg a nagyvárosokat büdös nagyvárosnak hívni, hogy milyen ott a légszennyezettség, ami igaz az autós forgalom miatt, de az autós forgalomnak a jelentős része egyébként az agglomerációs ingázásból adódik, tehát nagyon meglepő adat az, hogy Magyarországon az egyfőre jutó autó használat, Budapesten az egyik leg, legalacsonyabb, úgyhogy a, egyébként a leggazdagabb környékről beszélünk. Tehát jóval az országos átlag alatt használnak budapestiek autót hogy van egyáltalán autójuk. Igen, ez azért is érdekes, amit mondasz, mert én ugye az agglomerációban lakom, és onnan járok be dolgozni, mm. és hogy a autóval másfél óra az, ami a tömegközlekedéssel 45 perc, tehát mm. a lakásajtótól a hivatalajtájáig ez 45 perc, és hogy nem ért, én bennem többszörösen felmerült, hogy akkor miért valaki másfél órát inkább az autóban. Igen. Tehát Igen. ugye nyilván van egy rakás, mm. meg tudja magyarázni, hogy az ő munkahelyéhez pont nem mm. jó tömegközlekedéssel mm. eljutni, de azért az agglomerációban és Budapesten olyan megközlekedés, amivel megközelíthető elég könnyen, sokkal könnyebben, és ugye nem kell a parkolással egy külön fél órát még el, hogy nem talál parkoló helyet, tehát, hogy sokkal egyszerűbb lenne. Igen, mint. igen, viszont az nekünk nagyon fontos, hogy semmiképpen sem szeretnénk akár az agglomerációban élőket, vagy bárkit, aki egyébként egyénileg így döntött bármilyen módon degradálni, stigmatizálni, vagy stigmatizálni, vagy... vagy, mert ez nem értékítélet. Mert, mert nem értékítélet, és, és azt gondoljuk, hogy nem ő tehet róla, hanem ő hoz egy logikus, a saját élet szempontjából, vagy saját szempontjaiból, saját életvitele szempontjából egy nagyon logikus, racionális döntést, hanem itt a rendszerrel van a gond. Azzal a rendszerrel, hogy most ma egy magyar nagyváros az nem annyira vonzó, nem annyira élhető, nem annyira zöld, nem nyújt annyi lehetőséget mondjuk egy kisgyerekes család számára, hogy úgy döntsök én racionális módon, hogy nekem nem éri meg az agglomerációba kiköltözni. Tehát nem én vagyok, vagy nem az egyén a hibás, hogy ő racionálisan úgy dönt, hogy ő a gyerekét nem akarja a kozban és a piszokban fölnevelni, Borzasztó magas lakásárak mellett lepusztult bérházakban, hanem egyébként ugyanabból a pénzből kiköltözik az agglomerációba, lehet, hogy sokat szennyezi a környezetet, meg, meg megszidja a dugókat, de azért alapvetően azt gondolja, hogy egy jobb élet helyzetbe kerül. Szóval nem ő a hibás, hanem az a rendszer, vagy az a, azok a politikai döntéshozóknak kellene hosszú távú stratégiákat hozniuk a városoknak a, a vonzerejének növelése érdekében akik szeretnék azt, hogy hogy az embereknek öltözzenek ki a nagyvárosokból. Tehát azt kell végig gondolni, hogy hogyan lehet több rendezett zöld parkokat, hogyan lehet a lakbérhelyzetet rendezni, hogyan lehet több lakást építeni, hogyan lehet így hatni ezek révén az ingatlan árakra. Tehát hogy mik azok, a, azok az előnyei a nagyvárosnak, amelyeket, hogyha ha felemelünk, vagy meg, megtolunk egy kicsit állami vagy kormányzati beavatkozással, akkor nekem racionális döntésem, és nem pedig valami erkölcsi döntésem az, hogy, hogy nem költözök ki az agglomerációba. Igen, ez egy ilyen klasszikus nem is tudom, ilyen játékelméleti probléma, hogy ahogy mondta Tamás, mindenkinek teljesen érthető egyéni szinten a döntés, az racionális, hogy miért költözik ki. Viszont kollektív szinten, tehát Magyarország, mint nemzetgazdaság, magyarok, mint egy nemzeti közösség, mindenki a kárvalótja lesz a levegőszennyezésnek, a reggeli dugóknak, a, az ingázó, ingázásból eredő mindenféle uh, infrastruktúra amortizációnak és van egy érdekes adat, amit szoktunk említeni, ez csak egy kiragadott példa, reflektálva arra, amit te mondta, hogy miért ül az ember dugóban. Egyébként Európában az egyik legnagyobb, vagy legtöbb időt Budapesten töltik az emberek dugóban, ezt szeretném hozzátenni. Adat alapján is látszik, hogy rengeteget ülünk dugóban. De ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye az elsődleges agglomerációs célpontok, ahol kiköltöznek az emberek a városmagból, a magas lakásárak és a környezetszennyezés miatt, azok a mindenki által ismert környező agglomerációs települések. Ezek viszont olyan települések, amelyek töredék nagyságú lakosságra vannak felkészülve. Tehát, hogyha mondjuk érdre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az utaknak egy jelentős része, közel a fele, az földút. Nem mindenhova ér el a vízszolgáltatás, az áramszolgáltatás. Mindenki ismeri azokat a sajtóhíreket, amikor egy agglomerációs településen egy nagy ingatlan a fejlesztés eredményeképpen megkapják a kulcsokat az új lakók a lakóparkhoz, és kiderül, hogy oda nincsen képítve az infrastruktúra. Tehát egyéni szinten is vannak ilyen kis tragédiák, ilyen rossz sorsok, és olyankor azt kell megnézni, és ez egy klasszikus szakpolitikai dilemma, hogy mindezen nehézségek ellenére miért döntenek mégis évről évre többen és többen úgy, hogy ezeket a kockázatosabb vagy nagyon sok nyüggel járó döntéseket magukra vállalják. És ezt látszik egyébként felmérésekből, igen, azonosíthatóak a fő okok, és az Egyensúly Intizet így szokott dolgozni, hogyha közelemű kutatások szerint a lakásárak, a kevés zöld és a, a élet az, ami döntő a kiköltözésben, akkor ezeket a konkrét kézzelfogható problémákat kell megpróbálni kezelni, amiben nincsen ideológia és nincsen értékválasztás. Várjál, most azt tanítom a gyérkulturális élet, hogy a nagyvárosban gyérkulturális élet, és azért megy ki, hogy ott majd más lesz? Ez sokadik a listán, de ez is felszokott merülni, hogy azért Budapest például a saját kulturális lehetőségeit azért messze menően nem használja ki annyira, mint ahogy kihasználná, de hát ez Tabásnak a kedvenc egyébként. De az első helyen mindig az ilyen anyagi típusú megfontolások állnak. Tehát Magyarországon egyrészt van egy olyan sajátosság, ami ugye nemzetközi szintére nem magától értetődő nálunk az, nevezetesen, hogy a tulajdonlásnak az aránya az ingatlan piacon az kiugró a magas 90% feletti, ez máshol sokkal alacsonyabb szokott lenni, és a bérleti piac az eléggé szűkös. Ezzel párhuzamosan nagyon kevés új lakás épül, az épületállomány egyébként borzasztóan lepusztult és régi, tehát van egy lakás ami felhajtja az árakat. Erre jön még az Airbnb az, hogy van Magyarországon azt hiszem, fél millió olyan ingatlan, a négymillióból, amelyik üresen áll és használatlanul áll, és mindez együtt szépen kialakít egy olyan helyzetet, hogy Budapesten kiugróan nagymértékben mértékben drágult a lakhatás az elmúlt 10-15 évben, és kiugróan nehézé vált mondjuk egy pályakezdő családot alapítani készülő fiatalnak a, a családalapítás a nagyvároson belül, ahol egyébként a munkája van, és ahol egyébként még mindig a kulturális szolgáltatások is magasabb színvonalúak, mint mondjuk a környező településeken. De ezzel, ennek a nyomóerőnek a hatására ki fog költözni az agglomerációba, és ezzel jár egy csomó probléma, amikről eddig beszéltünk. E és ehhez jön, ami szerintem nagyon fontos a... Zöld hiánya. És amikor erről van szó, hogy mennyire zöld egy város, vagy mennyire sok a beton a városban, akkor, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy ami hiányzik az embereknek, hogy akkor itt két autópályasáv között legyen egy kis mező, ültessünk néhány fát a, a lakótelep közepébe, holott az embereknek alapvetően nem úgy van hiány a zöld, bármilyen zöld beruházásra, hogy konkrétan hány darab fa van, hanem hogy ami hiányzik, azok, azok a rendezett, tiszta, sok, sok funkcióval rendelkező parkok, amelyeket ő tud használni a saját rendezett kertje helyett. Tehát, hogyha én a belvárosban lakok, és szükségem van bármilyen módon arra, hogy akár a gyereket kivigyem egy parkba, akár hogy én magam feltöltődjek, akkor nem kettő darab fára van szükségem, hanem, hanem olyan rendezett parkokra, mint a Millenáris, vagy a Városliget, és sokat nem tudunk felsorolni ezekből Budapesten. Népligetet jó, hanem is. Igen. Sem. És akkor emiatt persze azt mondja, hogy hát ha én meg tudom teremteni ugyanebből a pénzből, hogy nekem van egy csodálatos kertem az agglomerációban, ahol szépen le van nyírva a gyep, van egy gyönyörű játszótér, megfőzöm magamnak a kávét, és ott van biztonságban, nyugodt környezetben, tisztaságban, rendezettségben ott nő fel a gyerekem, akkor azt fogom választani. De ezt azért választom, lemondva egy csomó olyan előnyről, amit a nagyváros nyújt, mert hogy ezt a nagyváros nem teremtette meg. És itt nagyon-nagyon fontos itt a, hogy, hogy, hogy ez a zöld politika, ez ne egy kipipálandó politika legyen. Tehát nem attól fogják az emberek jobban szeretni a várost, hogy a fáknak a számát növeljük, hanem hanem konkrétan azokat, azokat a parkoknak, a közfunkció, közfunkcióval rendelkező parkoknak a számát kell nevelni, amit valóban a saját rendezett kertjük helyett tudnak használni. Az emberek ezek nagy összefüggő zöld területek, amelyek számos nagyvárosban, Londontól, New York-an át egyébként mondhatjuk Kopenhágát, és tehát nem muszáj a világ legnagyobb városait mondani, hogy a rendelkezésre állnak. Tehát, hogy ez a másik a, a, mellett, amit a Gábor mondott, hogy, a, hogy, hogy nagyon szűk a, a, a érdekes, kínálat? amit mondasz, hogy a, vagy mondtok, hogy egyrészt ugye beszélünk arról, hogy milyen objektív okok vannak, és hogy milyen szubjektív okok vannak egy döntés az babba, hogy én hol élek, és hogy a legtöbb, az mindig a, a pont a mesdjéjén van ennek. Tehát az, hogy nem tudott tisztán azt mondani, hogy ezt a döntést objektív alapon, vagy ezt a döntést szubjektív alapon hozta meg, hiszen már akkor, amikor mondjuk csak a zöld felületről beszélek, hogy azért költözök ki, mert hogy ott legalább van egy kis sajátom. De hogyha én nekem ott van egy kis sajátom az agglomerációban, ugyanúgy vágyok arra, hogy legyen rendezett közösségi tér, és legyen ott egy játszótér, ahol ami olyan nem feltétlenül park, hanem ott mondjuk egy játszótér, ahol közösségi életet lehet élni. Szóval akkor ez így rögtön, meg is dől azzal, hogy a, legalábbis én szerintem, én úgy érzem, hogy akkor azzal megvan neki a sajátja, de közben mégis vágyik arra, hogy legyen szóval, hogy ott sem érzem azt, hogy ő maximálisan megvan elégedve azzal a döntéssel, amit meghozott, azzal, hogy kiköltözött a nagyvárosból. Igen, és ráadásul ez társadalmilag ugyan nagyon káros, hiszen amúgy is egy borzalmasan individualizált társadalom a magyar, számtalan értékkutatás mutatja, hogy, hogy, hogy a magyarok sokszor egyébként angol száz nagyon kapitalista országoknak a, az individualista társadalom berendezkedését is felülmúlva élnek, és, és mennyire nem fontosak számukra a saját magukon és a szűk családi környezeten kívül bármilyen bármilyen ennél nagyobb csoport legyen szó, akár egyébként nemzetről, vagy a saját saját lakóhelyükről. Szóval, hogy ebben a nagyon individualizált környezetben egy olyan településforma kezd el erősödni, amelyik alapvetően nagyon kevés interakciót tesz lehetővé, tehát nem véletlen, hogy hívják ezeket. Ugye alvóvárosoknak hazamegy mindenki, csodálatos környezetben, egyedül, mármint, hogy a családjával egyedül, ott alszik, de nagyon kevés interakcióra van lehetősége. És itt jön egyébként be az, hogy amiről a beszélgetésünk elején szó volt, a, hogy, hogy, hogy a jogi kritériumok és a valódi szakpolitikai javaslatok hogy válnak ketté, hogy ugye ezek a települések, hogyha csak a jogi kritériumokat nézzük, ezek városok. Tehát, ha megnézzük, hogy hogyan alakul a városlakóknak az aránya Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy egyre több városlakó van, nincs itt semmilyen gond, hiszen ha, hiszen jogi kategóriánként ezek, ezek a települések, ezek városok, hiszen így, így szól a törvény. Ha viszont funkciójában nézzük ezeket a településeket, funkciójában nem városok, hiszen azok a előnyök, amit egy város nyújt, amiket már Gábor is említett a nagy népsűrűség, az interakcióknak a, a gyakorisága, a kreativitás segítése, a méretgazdaságosság, a kulturális lehetőségek, ez, ezek mindebben ezekben nagyon limitáltan vannak benne a Budapesten valamennyire vannak, nagyvárosokban vannak, legtöbb, legtöbb magát, egyébként városnak nevező településen, meg ugye nagyon kevéssé vannak, hiszen ezek ezek, ezek, alapvetően tényleg csak városok És ez egy borzasztó nagy probléma, megint nemzetgazdasági szempontból. Az is érdekes, amit ezen tovább haladva, hogy ugye egy városnak feltétele lenne szerintem, hogy mondjuk van olyan középfokú oktatási intézmény hálózata, ami megteremti a lehetőséget arra, hogy a minőségi oktatásban részesüljön akár abban a városban, ami ugye, mint legtöbbször Magyarországon nem város. Hiszen ennek az is a következménye például, hogy a, nagyon sok mindenki megtartja a budapesti lakcímét azért, hogy ugye az oktatás, az alapfokú oktatást, amit ő szeretne a gyerekének, meg a középfokút, az Budapesten ugye sokkal nagyobb a választék, talán jobb minőségben fér hozzá, és akkor van egy ilyen teljesen furcsa dolog, hogy ott Budapesten dolgozom, Budapesten jár a gyerekiskolába, talán a kultúrát is nyilván Budapesten fogyasztom, és akkor a, gyakorlatilag tényleg csak aludni megy haza. Tehát, hogy ez, és akkor közben ugye autózik, az idő megy el, tehát hogy a, én az egy Egésznek ezt így nem, nem, nem. Én saját tapasztalatom alapján én nem támogatom, de ez ugye ez, ebben benne van sok év, hogy nem támogatom. ez egyébként nagyon fontos, hogy ez nem egy valamilyen nagyon furcsa egyedi magyar probléma. Tehát ezzel a világon nagyon sok ország szembesült, mint probléma. Ez az egész az Amerikai Egyesült Államokban kumulálódott talán legjobban az elmúlt évtizedekben, ahol aztán tényleg gombamód szaporodtak ezek a különböző agglomerációs és alvóvárosok. Tehát ennek hihetetlen irodalma van, hogy, hogy ott mekkora problémát okoz, és tényleg, ha van valami, amiben Amerika nagyságrendekkel rosszabbul áll, mint Magyarország, az az, hogy ebben tényleg gombaszámra növő városok miatt megoldatlan problémák tízezreivel szembesülnek az ottani polgármesterek. Ami viszont érdekes, hogy ott már egy nagyon komoly gondolkodás volt az elmúlt évtizedekben, hogy ezt hogyan fordítsák meg. Tehát, hogy ebből a, ezekből a, ebből a gondolkodásból, vagy ezekből a tapasztalatokból egyébként lehet tanulni is. Detroit például egy tipikusan ilyen, ahol évtizedekig rossz döntéshozási szisztémák és, és, rossz politikai vezetés miatt tízezrek hagyták el Detroitot, és, 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 lett egy haldokló város, majd, majd hirtelen lett egy olyan vezetés, amelyik elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan tudja ismét vonzóvá tenni Detroitot, és, 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 visszacsábítani embereket, aminek, aminek meg lett a hatása. Tehát, hogy van egy ilyen reurbanizációs folyamat nagyon sok amerikai városban, amiből nyilván egy az egyben nem lehet tanulni, de bizonyos pontokon érdemes lehet tanulni. Erre szeretnék rácsatlakozni, mert ugye a legérdekesebb ezekben a példákban, és Amerika tényleg ilyen szempontból egy nagyon jó laboratórium, hogy, hogy mit gondolunk egy városról, annak a városnak a lakói, illetve a vezetése mit gondol róla. Tehát Detroit esetében mondjuk az ipar leépülése után mi az, ami Detroitnak lehet a funkciója, vagy hogyan osszuk újra benne a funkciókat. És ez, ez, azért szükséges az, hogy legyen valamilyen városfejlesztési humán infrastruktúra. Tehát legyen egyrészt intézményi, másrészt humán infrastruktúra. Tehát legyen arról tudás, szándék, elkötelezettség és intézményi lehetőségek, hogy egy várost városként lehessen kezelni. Tehát mondjuk Budapest esetében azt mindenki Tudja az elmúlt húsz évnek a történetéből, hogy amikor városi szintű fejlesztésekről beszélünk, vagy valamilyen vízió végrehajtásáról, akkor milyen nehézségekbe ütközünk azért, mert nincsen egy központi várostervező, én nem tudom, ajtórsz vagy hatóság, mint amilyen mondjuk Szingapúrban a városfejlesztési, ott ott egy erre létrehozott városfejlesztési ajtórsz van. Tehát vannak kerületi szinten egyébként nagyon jó koncepciók, meg fejlesztések, de Budapest, mint város, az nem tud egységben differenciáltan fejlődni mert nem igazán egy városként működik, ami egy érdekes dolog. És egy másik fontos tanulság ezzel kapcsolatban, és ezzel is csatlakozom Tamásnak az előbbi mondandójára, és ez a település indexből is kiderül, hogy bezárjuk a kört, hogy nagyon-nagyon sokat számít a politikai szereplőknek a kreativitása és az egyéni tevékenysége. Nagyon szépen látszik ez a települési indexnek az eredményeiből. Az lenne biztos az intuíciója egy hallgatónak, vagy nekem az lenne az intuícióm, hogy jaj, hát a helyezéseket biztos az határozza meg, hogy hol van egy nagy multinak telephelye, hogy melyik városvezetés van jóban a mindenkori kormányzattal, és így tovább, és így tovább. És egyáltalán nem ezt látjuk. Pont ezért jó az, hogy nagyon sok indikátor alapján vizsgáltuk a városok fejlettségét, hogy egy-egy kiugró érték az ne tudja felhúzni, vagy egy alacsony érték ne tudja lehúzni a településeket, hanem nagyon sok szempontból néztük ezeket a városokat, illetve kis településeket, és ebből a szempontból nagyon jól látszik, hogy az élmezőnyben is, meg a végén is egyaránt találunk úgymond kormánypárt és úgymond ellenzéki vezetésű településeket, amiből nagyon jól látszik az, amit mi anekdotikusan megtapasztalunk, amikor járjuk az országot, hogy elképesztő húzó ereje tud lenni annak, hogyha egy település élén olyan polgármester áll, illetve olyan testületet vezet, amelynek van egy elképzelésre arról az adott településről, akinek van kreativitása arra, hogy új fejlesztési irányokat találjon, és ez nagyon szépen meg, meg tud mutatkozni egy településnek az eredményein, az objektív mérhető eredményein. Tehát akkor nekem, mint átlag állampolgárnak, az sokat segít ebben a településindexben az, hogy megtudom, hogy igazából mégiscsak számít az, hogy ki a polgármester, és hogy annak van-e víziója abban, hogy ez az a településnek a fejlődés iránya mi lesz. Szerintem abszolút, abszolút. És jó lenne, hogyha mi választóként ezeket a hétköznapi életünket érintő dolgokat is így elvárnánk a vezetőinktől függetlenül attól, hogy milyen párthoz tartoznak. Persze. És hogy függetlenül attól, hogy ugye most lesz önkormányzati választás nem sokára, tehát hogy akkor igazából mindenkinek mindenki javasolhatjuk azt, hogy felüti ezt a településindexet, és megnézi a saját településének a fejlettségét, és akkor ebből ki, ki, tudja következtetni azt, hogy az irány jó vagy nem jó a számok alapján. És akkor van még a szubjektív érzése. Ami azért nem elhanyagolható, azt szeretném hangsúlyozni. Jó, hát igen, azt is tudjuk, hogy ez nem elhanyagolható. Én még azt írtam magamnak, hogy én nagyon szeretnék a jövőbe látni, és hogy szerintem ti ezt tudjátok, hiszen van is egy olyan könyvetek, hogy Magyarország 2030, és mi vár ránk 2030-ban? Városlakókra, meg a vidéklakókra? Hát nagyon lehet, nem egyszerűsíteni, ez attól függ, hogy mindenkori politikai vezetés mennyire fogadja el az Egyensúly Intézet javaslatait. Ez Tehát nem olyan az miért... a legfontosabb szempont. Így van, én az optimista verziót szeretném. Tehát a könyvünkben nyilván arról Magyarországról írtunk, amiben minél több javaslatunkat, és ezek általában nem csak saját javaslatok, hanem rengeteg szakértő és szakmai szervezet javaslata, minél nagyobb arányban elfogadja egy, egy, egy politikai vezetés, annál inkább van lehetőség arra, azt gondoljuk, kitörni egyfajta középszerűségből, amiben, amiben az ország Mi úgy szoktuk mondani, amikor azról kérdeznek, hogy ez most minden idők legjobb országa, és uh, fantasztikus lehetőségek állnak előttünk, vagy, vagy közeledik a vég, és hamarosan, uh, mint a Titanic elsüllyed az ország, hogy, hogy nem szabad adatok alapján, nem szabad végletekbe esni. Tehát a legnagyobb problémája Magyarországnak szinte minden területen egyfajta középszerűség, ami Egyrészt azt jelenti, hogy nagyon messze vagyunk attól, szinte bármelyik olyan területen, amelyik fontos, azt gondoljuk a XXI. század meghatározó trendjeiben, ezekben a trendekben, nagyon messze vagyunk attól, hogy mi egy kiemelkedően jó ország legyünk de arról sincsen szó, hogy valami fajta olyan veszély várna ránk, hogy, hogy hamarosan itt a polgárháborútól az éhínségen át a teljes összeomlásig számos negatív szenáriót szoktunk olvasni, szóval hogy ennek, sincsen túl sok realitás. Ahol Magyarország van az Európai Unió 27 országa között, az a legtöbb területen valahol az utolsó egyharmad. Ami persze nagyon szomorú, hogy miért vagyunk az Európai Unión belül az utolsó egyharmadban, van, amikor még rosszabb helyen, utolsó-utolsó előtt eljen, de hogy azért látjuk azt is, hogy az Európai Unió a világ legfejlettebb országait tömörítő szövetség. Tehát egy viszonylag jó pozíció belül, vagy egy viszonylag jó környezetben állunk ott, ahol állunk, de hosszú távon azt gondoljuk, hogy ez a fajta középszerűség, ez, ez egyre nagyobb problémákat fog okozni az országnak. Tehát, hogy, hogy sokáig ebben nem lehet el eh, evickelni, vagy ellubickolni egyfajta ilyen langymelegben, hogy akkor még, még itt vagyunk a a leszakadás határán. Tehát a néhány olyan kulcs területen, amin számunkra kulcs, és nagyon sokszor beszélünk róla, közoktatás átalakítása, a versenyképesség javítása, a munkaerőpiaci illeszkedési zavarok, a népegészségügyi kérdések, a human erőforrásba való befektetés, a tiszta ország koncepció, a rengeteg olyan fontos téma van, amivel azt gondoljuk, hogy ennél sokkal jobb eredményt tudnánk elérni 2030-ra. Ezzel kapcsolatban én csak azt szeretném mondani megerősítve azt, hogy tőlünk függ, hogy mi lesz 2030-ban, vagy mi lesz 2050-ben. Egyrészt... Persze fontos felismerni azt, hogy vannak struktúrális meghatározók, tehát a történelmi hagyományok, a földrajzi adottságok, a demográfiai folyamatok és így tovább. És ezek Magyarországra is hatnak, az egyértelmű. De azért nem adhat ez felmentést szerintem az értelmes cselekvés alól, mert a 20. században, ha csak nagyon rövid időre nézünk vissza a történelemben, nagyon sok olyan példát látunk, amikor egy ország ettől a történelmi útfüggőségtől el tudott rugaszkodni, és kategóriákkal előrébb tudott lépni jó szakpolitikai döntésekkel. És igen, itt is kiemelném azt, hogy egy fogyatkozó népességű természeti erőforrásokban a szegény országok esetében az egyetlen ilyen erőforrás, amire építeni lehet, az az ember. És hogyha egyetlen egy mondatba kellene összefoglalni a mi politikai víziónknak a magvát, a lényegét, amiből mindenki kiindul, akkor az pontosan ez lenne, hogy az emberből kell kiindulni, a magyar emberekbe kell fektetni ahhoz, hogy jobban éljünk és ne lecsúszópályá legyünk 2030-ban, 2040-ben, 2050-ben. És a konkrét témánkra, a településekre vonatkozóan azt viszont pontosan látjuk, hogyha minden változatlanul zajlik úgy, ahogy eddig zajlott, akkor a nagyvárosoknak a fogyása az folytatódni fog, akkor Budapesten 2040-2050-re újabb százezrekkel kevesebb ember lesz, mint amennyi ma van, és ezt figyelembe véve szerintem, hogyha nem egy ilyen lecsúszó pályán akarunk lenni ebből a szempontból is, akkor érdemes lenne megfontolni azokat a beavatkozási területeket, amelyek segítségével nemzetközi tapasztalatok alapján meg lehet állítani ezt a fogyási folyamatot, és ilyen jó, sűrű lakott, pesgő, fellendülő város lehetne csinálni Budapestből. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor elmondtam az egyik barátnőmnek, hogy veletek fogok találkozni, és hogy miről fogunk beszélgetni, és ő egy multinacionális cégnek a CFO-ja, és mondta, hogy hát, hogy ő meg pont most vizsgázik a aranykalászos gazda, vizsgát most teszi le, ugyanis szerinte nem a nagydárosokban van a jövő, hanem az alföldön kell földet venni, és ott berendezkedni túlélésre, Mondtam is, hogy meg is fogom tőletek kérdezni, hogy ez -e a jó irány az alföldi berendezkedésre, túlélésre egy a, a Földdel, vagy pedig a nagyváros. De én örülök neki, hogy igazából azt, amit te, te ezt megmondtad már előbb, hogy a élő Pesgő és az emberi élethez méltó, tehát az igényekhez méltó nagyváros, és nem feltétlenül a alföldön vásárolt Föld a megoldás. Az se biztos, hogy ez vagy-vagy kérdés. Tehát egyéni szinten szerintem mindenki, aki gazdálkodik. Azért nézzük meg azt, hogy a GDP-ben a mezőgazdaságnak mekkora szerete. A legutóbbi adat, ha, amire emlékszem, az 4 volt. Ettől még fontos, szerintem egyébként Magyarországnak nagy lehetőségei lennének a fenntartható élelmiszertermelésben. Tehát én nem beszélném le a barátodat arról, hogy kiköltözön. Össznemzeti szempontból az történészként is mondom, nem csak politológusként, hogy egyértelmű, hogy a városoké a jövő. És ilyen szempontból egyébként nagyon érdekes, csak beszéltünk arról, hogy kiköltözésnek a nyugalomvágya és a városi életnek a nehézségei, mindenki azt gondolná, hogy az ember természetéhez az illik, hogy minél nagyobb személyes térben tudjon élni, és minél kevesebb ember legyen körülötte, és mindenki ilyenkor elmondja, hogy a patkányok a laboratóriumban, hogyha összezárják őket szűk helyre, akkor elkezdik gyilkolni egymást. Ehhez képest én azt javaslom mindenkinek, hogy vesse össze a már idézett élhetőségi indexekben az élen hagyományosan az élen végző városokat, mondjuk Kopenhágát, Melbourne-t, és lehetne még ezeket sorolni, hogy mekkora a népsűrűségük, milyen a helyezésük a szubjektív rangsorokban, és ehhez képest ebben a két tekintetben hol áll Budapest. Kopenhága, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, háromszor négyszer sűrűbben lakott város, mint Budapest. És sokkal több az autó is. Párizs, is, hogyha jól emlékszem, akkor nyolcszor olyan sűrű lakott város, mint Budapest. És mégis ezekben a, ezek a városok általában előkerőbb helyen szoktak végezni az élhetőségi indexekben. Tehát van itt valami a városi életben, ami akkor, hogyha megfelelően működtetjük a városainkat, és ezek a városok funkcióikban kielégítik az embereknek a hétköznapi igényeit, akkor mégiscsak elég versenyképesnek tűnnek. Nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy szubjektív benyomások mennyire félre tudják vinni a gondolkodást nagyvárosoknak az előnyeiről szoktam beszélni, akkor általában felteszek fotókat a közönségnek, és, és amikor nagyon provokatív akarok lenni, akkor kalkuttai nyomornegyedekről, braziliai, különböző külvárosi leglepusztultabb területekről és, és Budapestnek a legrosszabb környékeiről teszek fel képeket, és, és megkérdezem, hogy szerintük itt jobb -e élni, vagy valami fajta vidéki elképzelt idélben, és akkor persze mindenki a vidéki elképzelt idélt mondja, és, 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 persze megrémül azoktól a képektől, amit lát. És ez persze nyilván egy csomó esetben így van, hogy ezeken a helyeken nagy a bűnözés, meg borzasztóak a lakhatási körülmények, de ha megnézzük azt, hogy ezekben az országban, mondjuk Indiában, ahol persze nem indiaiként megérkezünk egy ilyen helyre, akkor akkor csak a nyomort látjuk és a szegénységet. Akkor nem látjuk azt, hogy egyébként ahonnan ezek az emberek jöttek, az a még rosszabb helyek. Tehát nem hülyék ezek az emberek, hogy ott élnek. Nem értjük, hogy miért élnek ezekben a nyomornegyedben. Azért élnek ezekben a nyomornegyedben, mert indiai körülmények között még ez a nyomornegyed is jobb, mint az a vidéki lepusztultság, ahonnan ők jöttek ami persze szebbnek tűnik, mert kevesebb a koszt, de nincsen munkalehetőség, nincsen orvosi ellátás, nincsen, nincsen iskola, alacsonyabb a születéskor, várható átlag, illetve nagyobbak a betegségi halálozási arányok. Szóval, hogy, és persze ebből nem az következik, hogy a kalkutta az, vagy a kalkutának a nyomon nyilván nem a a belváros az, az feltétlenül egy jó minta lenne, hiszen lehet városokat jól szervezni, hanem az, hogy általában a nagy népsűrűség és általában a városok nyújtják az emberiség történetében mindig a következő ugrási lehetőséget. Tehát egyszerűen gazdagabbak leszünk, és tovább élünk, és jobb körülmények között tudjuk a gyerekeinket nevelni nagyvárosokban, mint bármilyen vidéki településen, ha, és ez egy fontos ha, ha ezek a nagyvárosok jól vannak szervezve. Ha az indiai nagyváros nincs jól szervezve, akkor, akkor ez csak részben igaz. Egy jól szervezett nagyváros az mindig jobb körülményeket fog nyújtani, mint bármilyen vidéki település. Ilyen szempontból egyébként egy nagyon egyszerű fogalmat ajánlok mindenkinek, hangsúlyozva, hogy én imádok, tehát hogy ugyanarra a kis 60 fős falura járok nyaralni minden évben, tehát én nagyon szeretem a vidéki életet. De megint csak, hogyha az összképet nézzük, akkor egy fogalmat ajánlok mindenki figyelmébe, hogy el tudja dönteni ezt a dilemmát, ez a méretgazdaságosság. A városoknak sok ezer éves van az előnyét, a versenyelőnyét, az innovatív funkcióját az biztosítja, hogy minél több helyen, minél több ember él, minél kisebb helyen, annál színesebbek, sokszínűbbek az igényeik, tehát annál több fajta szolgáltatás fog létrejönni, ami kiszolgálja az ő igényeiket, és annál inkább meg fogja érni minél innovatívabb, minél sokfél év szolgáltatásokat kialakítani, és ez egy ez egy termékeny bóriázásba fog ö, vezetni, és így fejlődnek a történelem kezdetétől a városok, és így hoznak egyre több innovációt, amiből aztán az emberiségnek végül az előrehaladása ö, kifejlődik. Csak persze, igen, mindig ide térünk vissza, hogy az a kérdés, hogy ennek a vadhajtásait sikerül lenyesegetni átgondolt vízióval és a városról alkotott hosszú távú elképzelésekkel. Tehát akkor, amikor a önkormányzati választásokon reggel fölkelek és eltöntöm, hogy elmegyek szavazni, akkor nagyon fontos az, hogy az a polgármester, aki számomra megfelelő lesz, annak legyen egy olyan víziója, ami passzol az én víziómmal. Én, hogyha politikus lennék és ilyen posztért indulnék, akkor nagyon hálás lennék érte, hogyha olyan országban versengenék a szavazatokért, ahol ez alapján döntenek a választók. Igen, úgyhogy erre bíztatlak téged is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönjük Bozzai Balázsnak a szerkesztői és Irsik Bencének a hagmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast kukasz ez címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek el támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. あうえっ feledkezz meg a partizánról. Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a partizán alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban.